Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó megjelenik május 8-án. Ezen a napon a hold az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint a kritika holdházban van. Én ezt összeszoktam hasonlítani Holle anyu meséjével, hiszen e felett a holdház felett az arany kapu, az ekliptikán uralkodik. És itt van két lehetőség, mint a Holle anyu meséjében is, vagy mi vagyunk az aranymari, vagy mi vagyunk a szutykos mari. Attól függően, hogyha átléptünk ezen az arany kapun, hogy melyik irányba tereljük a figyelmünket. Hiszünk abban, hogy minden jóra fordul, lesz nyeremény, vagy vesztesek vagyunk. A kérdés az, hogy mi vagyunk-e az aranymari, vagy mi vagyunk-e a szutykos mari, attól függően, hogy milyen a hozzáállásunk. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először belepillantunk az ő gondolataiba. Ott felül látható, ott bal oldalon egy kép, olyan szürke, kicsit szomorú a helyzet. Vannak nála nehézségek, vannak nála kihívások, sőt, mások támadják őt, de nem adja fel a küzdelmet, itt harcol, sőt, ahogy látható, nyerni is fog. A másik képen az uralkodó látható, ő uralkodni fog a helyzet felett, és megoldja a problémáit. Persze azt is jelenthetik a kártyák, hogy mások megpróbáltak uralkodni felette, ez nem tetszett neki, és ezek voltak ezek a küzdelmek, de győzni fog. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, az bal oldalon látható. Ez a hölgy rád utal. Te vagy itt a királynő. És ő ezt érzi is. Uralkodsz a tűz eleme felett, hiszen kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, sőt, itt van egy szenvedélyes kapcsolat is kettőtök között, hiszen ő is kezébe veszi a botot, a tűz elemét, az ott bal oldalon alul látható. Tehát mindkettőtöknél érezhető a tűz eleme. Ezek lehetnek lelkesedések, de lehetnek szenvedélyek is. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ez a bíró jelenthet egy bírósági ügyet, de itt lesz egy szerencsés kimenetel, hiszen alul látható a vidámság. Az is lehet, hogy itt nem bírósági ügyről van szó, hanem benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalannak tűnik. De itt is lesz egy szerencsés fordulat, hiszen alul ott van az ünnepség, a vidámság, a nevetés, az érzelmek. Az is lehet, hogy kettőtök között voltak nézeteltérések, kihívások, igazságtalanságok, de most keresi a békét, találkozni akar veled, lesz egy meghívás, és ez lehet egy ünnepség is. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, ezek betűk, vagy a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. A mai napon az L betű jelent meg,
Hogy mit jelent számodra az L betű, azt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jutott, Laura, László, Lajos, Lila, Liba és Lilafüred. Hogy neked mi jut eszedbe, leírhatod a kommentárba. A régi írásmód az középen van, ez olyan, mint egy sátor, de a sátor előtt ott van a kerítés. A sátor szimbolizálja az otthonunkat, de ez most így be van zárva. Nem jöhet mindenki, úgyhogy kiválasztod azt, hogy ki léphet be a házadba, és ki nem. Vagy kinyitod ezt az ajtót, vagy becsukod ezt az ajtót. Ez jelentheti azt is, hogy óvd az otthonodat. A napi energia az alul jobb oldalon látható. Ez a fiatal hölgy ott van a meleg nappali szobában, a kényelmesen. De kint viharos az idő. Ő figyeli ezt, látja ezt. Ez a kártya azt mutatja, ha akkor is, ha körülötted minden olyan viharos, és minden úgy összeomlik, tekintsd ezt más szemmel. Te jó helyen vagy. Vigyázol magadra. Nálad nem történik semmi rossz. Akkor is, ha környezetedben ez a vihar megjelenik. Óvd magadat, vagy nem fog nálad semmi rossz történni. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!